Következik az utolsó mérkőzés, felhívnám a figyelmet arra, hogy a hölgyekre a Facebookon lehet szavazni a Boxing One oldalán. 500 eurót nyer majd az a csapat, akinek a ringörlei a legtöbb boxot kapják, de hát még csak két csapatot láttunk eddig, a temesváriakat és az aradiakat. Itt most az utolsó mérkőzésen Bogdan Nikolae, illetve Marius Tatár. Nagyon jó kis 91 kg-os bunyósok voltak itt a román ökölvívó sport, gyakorlatilag ontja magából ebbe a súlycsoportba a klasszisokat. Gananau Petrisor, vagy az a versenyzőknek hirtelen nem jut az eszembe a neve, de Rév Komáromban, hogy a Gladiátornak a döntőbe, elődöntőbe jutása. Mi csak Pitbullnak hívjuk. Fog még jönni? Igen. Látni fogják majd akkor a kedves nézők is. Ott kétszer is bent volt. Uraim! Változás, hölgyeim és uraim! Na, erre vártunk! Micsoda pofonok! Igen! Nagyon jó! Nagyon nyitottan védekezik mind a két versenyző. Igen, a közönség örömére mondhatni. Szokták mondani, itt valaki fejre áll, hogy ki lesz az? Tegyék meg tétjeiket! Micsoda bal jobb egyenes volt! Ott a test! És jól bírja. Hát, rég láttam ilyen szépen bal jobb egyenes kombinációt folytott közül a alapállású versenyzőtől. Marius Tatár, jegyezzük meg ezt a nevet. Hát Gananau Petrisor nem akárkire cserélték, ugye? Hát Petrisor, ha valaki elaludt a tévé előtt, akkor ez most biztos felébred! Megint benne van! Micsoda találatok! És az az igazság, hogy nagyon nem is felvezetődések nincsenek. Kicsit szurkálnak, és bum! Ugye, Tatárnak nincs könnyű dolga, mert ugye alacsonyabb, tehát neki közelebb kell menni, rövidebb a keze, legalább egy 10 centivel. Igen. De ő megy is! Egy 10 centivel közelebb lép, akkor ott padló lesz a vége ebből, ugye? Igen. Fenn van ez is. Ez kesztyűt ért, ez nem volt tiszta. Nagyon szélesen üt Bogdan. Nagyon jó! Hopp! Nem most föltámadt egy pillanatra a temesvári. Pillanatnyi fellángolás volt, úgy tűnik. Hát tényleg nem illetve mondják a nehéz súlyos súlycsoportok királya, és az ökölvívásban is. Hopp! Nagyon szép volt, bal csoport. Nagyon laza a temesvári versenyző. És megdolgoztak a tapsér. A legjobb menet eddig. Hát a legjobb mérkőzés idáig, igen. A legjobb mérkőzés, legjobb menet. És a legnagyobb pofonak. Az összes címet elnyerte ez az egy menet. Igen, és hát amikor nézik... Ha valaki egy kicsit elszenderült volna, akkor az most felébred. A mentősök is közelebb álltak a hordágyhoz. Az volt az érdekes ebben a menetben, hogy nagyon kevés olyan ütés volt, ami nem volt tiszta. Igen. Tehát és egyszerűen szinte minden ült. Nézd, most már mondhatom, azt hittem, hogy ez a fiatal versenyző Nikolea Bogdan ki fogja boxolni Tatár Mariust, és egy sima mérkőzés lesz, ahogy hozzáálltak, és nem. Egy fél perc után indult be az első fél, ez nem volt aktív, de utána lehet, hogy ő az idősebb, ugye a dízelmotornak kell idő, míg felveszi a fordulatszámot, felmelegszik. Hatalmas. Na, és... Na nézzük, hogy akkor a második menetben valaki változtat-e. Egyáltalán mondjuk zártabban védekeznek, mondjuk erre kíváncsi lennék, mert azért de nem. Istenem! Ez nekem fájt. Nézegeti. Ott van a hátsó kéz. Hát ezt nem tudom szakmailag kommentálni, mit kellene csinálni, a fiúk csinálják. Igen.
Ugye a piros versenyzőnek, Temesvárjának balra kéne menni, és jobb egyeneseket kellene ütni. Balra mozgás, jobbra csel, balra mozgás, és jobb egyenes. És akkor elkerülhetné a hátsó kezes ütéseket. Nagyon egy taktikán vannak egyébként, mert láthatóan ugyanabban az irányba forognak végig az Igen. Semmi változtatás nincs. Igen. Van, bejöttek, és akkor csinálják azt végig, és... Ugye, ahogy mondani szoktuk, ugye, aki állva marad az nyelv, aki lefekült, azok meghalt. Igen. Nem szabad a kéknek megállnia, mert... Oh! Ott volt megint. Egyet jobban, nem egyet szabad van. Megállni, nem szabad megállni. Nagyon-nagyon jó szó jár a kék, ha megáll. Végig menni kell. És nem utána, az a baj, a kékves az utána megy. Mikko Dominika... Utána megy, kérem. Fel kéne lépnie. Lépjél már fel jobb lábbal. Nem kell. Azaz. Szép volt a pirostól. Gyerünk. Bogdan ugye Dominika végig meccset a múlt két héttel ezelőtt, és ott elfáradt a végére. Igen. Tehát ott nagyon mind a két versenyző elkészült az erejével. Ó, oh, micsoda testütés! És Rákó vissza jobb egyenes! Gyönyörű egyszerűen. Szépen elbogott a kék sarok. Bal főt és jobb csapott kombin, ezt mindenképpen vissza kell lassítani. Remélem az operatőrül hal. Ez nagyon-nagyon-nagyon szép kombináció volt. Igen. De nem az ő dolga. Ez a lényeg, hogy nem... Aj, bal csapott jobb egyenes! Megint! Igen, arra beszéltük, egy dolgot hányszor lehet eladni, és eladja! És ott a jobb felütés! Kicsit feljebb. Jó, oké. Gyerünk, boxoljunk. Kérem szépen, boxoljunk. Nincs csak hátra ebből, igen, a menetből. Igen. Most igen. Már finish van. Igen. Gyerünk. Ássá, hogy itt nem mondják. Románul. És most van vége a második menetnek. Nem adták a láb az első mélyet. Hát, sőt, merem kockáztatni, hogy a harmadikat se fogják a láb adni, mert nem érzem úgy, hogy talán még a kisebb súlyban el voltak fáradva mind itt, ugye? Igen. Nem esnek bele az ütésbe, kontrollált a mozgásuk. De lehet, hogy egyébként az is sokat számít, hogy nincsen felesleges ütés. Tehát a... Hát, de ezek az ütések meg vannak ütve, és azért... Jó, hogy veszi az energiát, de a luft is veszi. Igen. Hát... Minden esetre a pontozást, ugye a kedves nézők látják, tehát nem tudom, tehát itt ilyen kétszámjegyű számokat kéne lenni. Nem akarok én itten de pontozni, nagyon sok. Nagyon sok tiszta ütés volt, jó meccs, és mind a két versenyző oda teszi magát, és Bogdánnak is nagyon szép ütései voltak. És jöhet az utolsó menet. Kinek maradt ereje? Igen, egyet ütött a kék, és kettővel válaszolt a piros. Igen. Minden akcióra jön válasz. Pirosnak kezdenie kellene. Jön előre, most lazul a tél. Gyerekek két sorra hátrébb léptek, gyerekek. Ott mindjárt. Ez már olyan lehet, ki kell rakni a 18-as karikát. Tehát, Hát ha kirepül a ringből, akkor megrepülhetőleg egy nagy port ver fel akkor. Nagyon jó. Ott most az nem talált. Nagyon lazán boxol Nikolaj Bogdán, leengedett karokkal. Nagyon lazán, nagyon jó. Asztalod! Micsoda hátsó kezed! És jön a válasz! El kéne menni onnan most a kötéltől, mert ott a bobaj. És mindenre lesz. Válaszol a piros versenyző! Mindenre válaszol! Mindenre érkezik válasz, mindenre! Igen, figyelj, és ott van! Megint. Ott fönnakadt. Hopp. Ott a test, megvan!
Miért vagyod ott, kisfiam, gyerünk, üssél! Hú, ez... Ott volt a test, azért az meg volt, hirtelen megtörte a lendületét az aradi versenyzőnek. Hirtelen... Ó! Gyerünk, 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 gyerünk! Továbbra is űzi, hajtja, üldözi. Ó, nagyon jó! Most megvan. Most megint sikerült betalálni. Igen, igen, utána megy, miért nem viszi oda a kötélhez? Nem értem! Mennyi tatár, mennyi tatár, mind a tatárok, menj előre! Ne állj be a zsarokba! Nem jó az neked! Hát, nem értem, gyere, 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 és vár, vár, nem jó ez. Nagy levegő, és meg kell indulni. Itt már nem töltünk, itt már csak lövünk. Itt igen. Már csak lövünk. Igen, gyerünk, főleg, most gyerünk, már perc van vissza ebből gyerünk, 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 gyerünk. Menni kell. Meg vagy, gyere, gyere! Miért nem jössz tovább? Kétszer. Oh. Elfáradt egyébként. Jó fog jönni. Hát igen, 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 igen. Igen. Gyerünk, 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 gyerünk. Megállt, megállt. Nem szabad megállni. Nem szabad megállni. Hát egy fájt erőköd, mivel nem áll meg. És megállt a kék versenyző. Aradi... És most megint kettő. Jaj. Jó, oké, okay. Jó. De már nem kell visszatenni. Hát rég láttam, milyen jó nehézsúlyú meccset. Nem is akarok foglalkozni a pontozással. De azt mondom neked, hogy a döntetlen lenne véletlen. Mindegy kettő megérdemelné, hogy kapjon valamit. Hát ez, figyelj, a best of meccsekre. Már most küldöm a szavazatot. 91 kg-ban sikerült, Bogdan Nikolaj, illetve Marius Tatár mérkőzését láthattuk. Döntetlenre végződött a döntetlenre mérkőzés. Döntetlenre végződött, minden kérem jelenti, szépen. Döntetlen. 10-6 lett a végeredmény. Döntetlen. Nagy meccs volt. Hát ez hatalmas meccs volt. Hú, méltó befejezés volt. Nagyon sok tiszta ütéssel, tehát igen. Most azt gondolom, hogy mind a két fél ezzel az egy ponttal most elégedett lehet.